Sziasztok, nem vagyok, a tech nézitek. A kezemben a Sony Xperia SP okos telefont láthatjátok, ami első ránézésre kicsit hasonlítan az Xperia ZL modellre. A készülék 4,6 szoros kijelzővel rendelkezik. Felette előlapi kamerát kapunk, megszokott hangszórót, fényérzékelőt, közelségérzékelőt, nem a legvékonyabb keretet oldalt, illetve a kijelző alatt van baloldalt egy mikrofonunk, és egy ilyen kis átlátszó kis plexi csíkunk, vagy üveg csíkunk, ami bizonyos körülmények között világítani fog nekünk, mondjuk értesítésképpen. Megnézzük a készülék oldalát, elég aprócska gombokat kapunk. Az Xperia Z már megismert nagy hivalkodó, nagy méretű bekapcsoló gombunk van. Ezen kívül kapunk egy aprócska hangerőszabályzó gombot, és megint nem sokkal nagyobb kamera gombunk is van itt a jobb oldalt dedikálva. Készülék tetejére csak egy 3,5 mm jack csatlakozó került, még a bal oldalra legfelőre került a micro USB, amelyen keresztül tölthetjük a telefont, és itt ezen az oldalon, illetve a másik oldalon is felfedezhetünk egy-egy kis csavart az összeszerelés részeként. Alulra pedig nem került semmi. Telefon hátulja, matt, fekete színű, igazából úgy lenyomatok hogy picit gyűjti, bár annyira ez nem látszik, és viszonylag könnyű megtakarítani. Felül itt van a hangszóró, a kamera, ami itt látszik, hogy egy picit ki is emelkedik a készülékházból. Alatta pedig hozzátartozó flashvaku, valamint egy mikrofon is tartozik. Alul pedig az NFC matrica jól jelzi azt, hogy ez is egy NFC-s készülék. Lefejtjük ezt a hátlapot, amit egyébként nem nehéz, és elég kis könnyű. Láthatjuk azt, hogy az NFC az nem magában a hátlapban van, hanem itt a készülék hátoldalán van tulajdonképpen rá ami nem is nagyon kivehető, ahogy látom. Ugyanúgy, hogy az akkumulátor sem, ez beépített a készülékben. Itt egy reset gomb tulajdonképpen, hogyha valami nagy probléma volna, amivel nem tudjuk kikapcsolni a készüléket. És itt egy microSD szlot oldalt, illetve a microSIM kártyafoglalat tehát hátlap levétel után tudjuk ezt a két egységet kibe rakni. Értelemszerűen célszerű kikapcsolni a telefont, illetve ki kell kapcsolni a telefont mielőtt a SIM kártyát beleteszünk, azonban a memóriakártya az enélkül is kivehető, cserélhető. Ez volna tehát a Sony Xperia SP okos telefon külső bemutató videója. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!